A kolbászfesztiválon kétségtelenül a rekorddöntő kolbász állt a figyelem középpontjában. Készítői ügyeltek arra, hogy teljes hosszában ugyanolyan minőségű legyen. A több mint 2 kilométeres kolbász töltése mintegy 30 óráig tartott, a vásáron pedig csupán néhány óra alatt az utolsó centiméteréig elkelt. Ez a kolbász adalékanyagok nélkül készült. Régi módon sóval, borssal, fokhagymával és paprikával fűszerezzük, és ettől lesz eredeti és minőségi a kolbász. Fogyasztását 7-től 77 évig mindenkinek ajánljuk. A túriai kolbászfesztivál immár messze földön ismert, így a Szent Tamási község ebben a rendezvényben további nagy lehetőséget lát. A községben az ökológia és a gasztronómia együttes fejlesztésén dolgoznak. Valaki talán csodálkozik, hogy milyen párosítás a kolbász és az ökológia, de higgyék el, hogy jó. Szabad idejükben a polgároknak szükségük van alazításra, szórakoztató eseményekre, és ilyenkor természetesen mindenki ízletes falatokra is vágyik. Az idei kolbászfesztiválon sem maradhatott el sem a kolbászevőverseny, sem a legjobb kolbász megválasztása. A kolbász 3 erős kritériumot vettünk figyelembe, tehát a színit, a zízit és a kolbásznak a szárazságot és keménységét. Elég nehéz dolgunk volt, nagyon-nagyon kis különbséggel tudtuk megállapítani, egy-két pont különbséggel, hogy melyik az első, második, harmadik és a negyedik. Már évek óta a túriai kolbászfesztiválon készítik a világ leghosszabb kolbászát. Ahogy a túriaiak mondják, most már csak önmagukkal versenyeznek, és minden évben egy-egy méterrel növelik a kolbász világcsúcsot.